Jöjjön áldás, kegyelem és szegedelem mi reánk, Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel egyetemben. Amen. Dicsérjük fennállva a mi Urunkat, énekeljük a 135. Zsoltár első versét. 135. Zsoltár így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét! Helyeinket elfoglalva dicsérjük megváltónkat tovább, énekeljük a 310. dicséretünket végig. 310. dicséret így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus! Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk, ingi rángod járja át szívünk és a szánk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk hát elcsendesedve Istennek üzenetét. Úgy, ahogy megvan írva Pál apostol által, a Timóteushoz írott második levél negyedik részében,
annak első 8 versében, ameddig az igét olvasunk, foglaljuk el helyeinket. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítéli fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Boldogok azok, akik nem csak hallgatják az írás élő beszédét, hanem igyekeznek megtartani mindazt, amit az Úr üzen az őt félőknek. Gyertek, csendesedjünk hát el. Istenünk, drága jó atyánk, olyan jó csendben lenni előtted, olyan jó megpihenni, és hallani azt, hogy te a csönd tisztaságával kérsz, vársz, hívsz bennünket. A béke nyugalmával várod az embert, és ígérek mindenek felett valóan azt a békességet, amire vágyik minden lélek kimondva, kimondatlanul, amit te magad tudsz megadni, Jézust. E békességért kiáltunk ma egy olyan világból, ahol az élet viharokkal vert, és sokszor szétszakít szívet, nem csak embert, ahol ifjút és vint, próbálok a napok és kérdőjeleket hoznak, ahol az ember keresi a maga nyugalmát, és újra csak megyünk, és megyünk, és megyünk, és nem érezzük, nem látjuk, hogy mikor lesz már ennek vége. Segíts, Uram, ma meglátni, hogy te előtted, te melletted van a vég. Te vagy az a pont, ahol le lehet tenni életharcokat, ahol gyógyírt lehet találni a betegségre, ahol vigaszt lehet lelni a fájdalomba. Te vagy az a pont, ahol az az élet vár minden embert, amiről álmodik és amiért küzd ez az egész világ, csak azt nem veszi észre, hogy ez az élet ingyen van, ez az élet kegyelemből van, csak annyi kén, hogy leboruljak, hogy bocsánatot kérjek. Így kérlek hát ma, bocsásd meg az életemet. Bocsásd meg, ha nem úgy állok és álltam előtted, ahogy kellett volna, vagy kellene.
Bocsáss meg, ha sokszor nemet mondok a te hívásodra. Bocsáss meg, Uram, ha sokszor úgy elfut az idő, úgy elmúlik az esztendő, hogy amikor ott állok a jászolbölcső előtt, azt sem veszem észre, hogy már megérkeztem, hogy már előtted vagyok, hogy már a kegyelem kapuja nyitva van, csak azon be kell lépni, csak azt el kellene fogadni, csak azért hálát kellene adni. Így engedd meg, Uram, hogy megköszönjem a mát, és oda tegyem a kezedbe ezt a pillanatot, hogy legyen holnap, hogy legyen veled kezdődő holnap, legyen neked szentelt holnap, legyen tőled jövő új élet. Így kérlek, adj ma mindannyiunknak, akik itt állunk előtted, akik odahaza vagy máshol a templomokba várják a kegyelmet, békés, elcsendesedő, Krisztushoz készülő élet pillanata, hogy az igének ajándéka készen találjon, megerősítsen, megújítson és megszentelhessen. Jöjj, Szentlélek, Krisztus kegyelmét hirdesd a szíveknek. Amen. Isten igéjének hallására készülve énekeljük a 152. ádicséret 4. versét. A 152. ádicséret 4. verse így kezdődik. Vágyik lelkünk szent igédhez, felséges Isten. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, melynek alapján üzenetét hirdetném, megvan írva a már előbb felolvasott ige részben. Onnan is újraolvasom Pál apostol üzenetét a Timóteushoz írott 2. levél 4. részéből, a 6-tól a 8-ig terjedő verseket. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eddig Istennek írott igéje. Furcsa volt olvasni az elmúlt héten, ahogy a kalauz szerint, így adventhez közeledve ez az ige szakasz elhangzott. Hisz legtöbbször temetéseken szólal meg, ott szoktuk felolvasni a Krisztushoz való készülés talán legszebb bizonyságtételét. De, kedves testvéreim, advent már ez az üzenet is. Hisz az élő ember
egyféleképpen élheti igazán meg a maga életét. Várva, hogy letéve minden földi terhet, az Úrnál lehessek. Mert mi az, ami valóban hiányzik nekünk? Az, hogy az élet terheitől szabadok legyünk. Az, hogy az életharcok, életkérdések, életpróbák megszűnjenek, és az ember valahogy lelki békében élhesse az életét. Akik várva várják az ő megjelenését. Még egy hét is, itt van az adventi időszak. A mai vasárnap van a régi egyházi naptár szerint az esztendő véget ér. És elkezdődik egy új év, egy új élet, egy új lehetőség, amelyben az Istent kereső ember hazatalálhat, otthonra találhat az Úr Jézus előtt. És ez a várakozás, amiről itt beszél Pál, az élet valóságának a várása a hívő ember számára csak Jézus visszajövetelével válhat valósággá és elérhetővé. Addig tetszik vagy sem, testvérem, csupán töredék minden életrészeknek a sokassága, amit próbálunk megélni, de ha az ember ránéz éppen egy-egy adott pillanatra, vajon van-e olyan szív a mai világban, aki azt mondja, elégedett vagyok vele, elértem, amit akartam, boldog vagyok ebben a pillanatban. Ebben a felgyorsult világban, ahol egyre több a probléma és egyre nehezebb a továbblépés, ahol bármihez nyúl az ember, de legtöbbször csak feszültséget érez, mert amiben belefogok, amit elképzelek, amit remélek, amit csinálok, az legtöbbször sért valamit vagy valakit, mert a mai élet olyan, hogy én vagyok, a többivel meg nem kell törődni, mert ha törődök, akkor már az nem én vagyok. De hát aki így él, az szerintem maga se nyugodt és maga se boldog, mert amit megél, az nem teljes egészében az, amit szeretne megélni. Az ember sokszor kimaradna szerintem azokból az élethelyzetekből, amiben ez a rohanó világ belesodor mindenkit, és a hívő ember próbál kapaszkodni, legalább abba a tudatba szerintem, hogy ott Istennél, Isten előtt, Isten mellett minden más lesz. De kedves testvérem, szerinted neked az elég lenne most, hogy majd ott minden más lesz? Hát nem itt szeretné az ember azt, hogy más legyen? Nyugodtabb legyen, békésebb legyen, rendezettebb legyen,
és úgy tudjak a jövőbe nézni, hogy ami vár, az biztos, hogy jó lesz. Na hát ma azt se tudom, hogy mi vár, és hogy jó lesz. Minél tovább lépünk ebben az életben, mivel látol jobbat? És mivel élsz, kedves testvérem, könnyebbet? Az ige szerint az ember egy dolgot tehet. Ameddig teheteit, addig tedd a dolgodat, végezd az élet szolgálatodat, amiben beálltál, addig fuss, de úgy, mint akik a hitet megtartják, vagy inkább, mint akiket megtart a hit. Mert ha azt nézem, hogy hogyan alakult az életem, ha azt nézem, hogy hogyan éltem meg az eddigi életidőket, szerintem mindenki előtt biztos az, hogy csak úgy, hogy amikor már nem volt mibe kapaszkodni, mindig rátaláltam egy a maggóra. És olyan sokszor elszomorodok azon, mikor egy-egy megfordult élet, egy-egy rossz élet pillanatból kimászott ember nem akarja azt észrevenni, hogy az a mankó, ami kiemelt, az nem a szomszéd volt, nem a barát, nem egy megtalált pénztálca, úgymond, hanem az az Úr, aki tetszik vagy sem, édes barátom, lát téged, ismer téged, és őriz téged. Mert az életnek egy reménye van, ma már, hogy az Isten még tart, és nem úgy áll oda az életünk teraszára, hogy ennyi volt, és itt az ítélet, hanem úgy áll ma is ott, hogy van tovább. És az, hogy megálltál, az, hogy majd itt vagy ember a pillanatban, az, hogy életed ott van abban az élethelyzetben, amiben benne van, egyedül annak köszönhető, hogy a kegyelem ideje még tart, és Jézus keresztjén, kedves testvérem, ott van az életed. Ott vannak a bűneid, ott vannak az örömeid, ott vannak a harcaid, és ott vannak a felhőtlen pillanataid, és ez az egész, ami a te életed, ott van az Úr kezébe. És ez az Isten azt akarja, hogy ez az élet közel legyen. Furcsa olvasni ma ezeket a sorokat. Furcsa hallani azt a mondatot, hogy egy Istennek elkötelezett ember úgy fordul az övéi elé, hogy azt mondja, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Pál egy különös helyzetben van. Fogságban a hírek kerégnek arról, hogy ki fogják végezni, de mégis az a gondolat dominál minden szavában, hogy Jézus ott van mellette, és Jézus várja az ő életét.
És mennyivel másabb, testvéreim, úgy élni egy olyan kiborult világban, mint a mai, hogy az ember azt mondja, tudom, kinek hittem, tudom, kiért futottam, tudom, kihez érkezem. Van egy érdekes történet egy hívő kubikusról, akitől egyszer megkérdezték, mint csinálsz. És az illető így válaszolt, építem az utat, és várom az urat, mert jó így élni. A kubikulás nem egy könnyű munka volt, nem egy egyszerű élet, de ez az ember azt mondta a saját munkájára, a saját életére, a saját küzdelmeire, jó így élni. Így adventhez közeledve neked jó így élni? Mi az, amire vársz? Mi az, amihez szeretnél elérkezni? Mi az, amit szeretnél megtalálni 2021 karácsonyán, ott a jászolbölcső fénye mellett? Pár az előző versekben arra kéri az ifjú Timóteust, hogy hirdesse az igét alkalmas és alkalmatlan időben, üldözések között és békességben, azaz ember éld az életet úgy, ahogy éled, de egy dolgot ne feledj el, hogy minden alkalmas idő is alkalmatlan lesz, ha nem használjuk ki. Ha azt, amit megtehetnénk az életünkért, nem tesszük meg. És itt nem arra gondolok most, hogy többet dolgozni, nagyobb erőbedobással küzdeni, nagyobb akaraterővel harcolni, hanem arra, hogy nagyobb odaszállással hinni abba, kedves testvérem, hogy a te életed is úgy, ahogy van, már most ott van az Úr előtt. Nem lesz könnyebb. Nem lesz egyszerűbb biztos ez a mai világ. Nem lesz egyszerűbb az élet. De Isten gyermekének van egy lehetősége, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amire az Úr elhívott. Azt az életet, amit kegyelemből kaptál, hálaadással és köszönömmel, nem zúgolódással és nem háborgással arra nézve, hogy lehetne ez jobb is, igaz lehetne, nekem is, neked is, mindenkinek, de nézd, ez az egész a tied, az egyém, a miénk, és lássuk már be azt végre, testvéreim, kegyelemből, nem érdem szerint, nem tehetség szerint, nem tudás szerint, hanem kegyelemből, amilyenk ez az élet. A felolvasott ige egy élete végéhez közeledő ember végrendelkezése.
De úgy mondja el Pál ezeket a szavakat, hogy nem jaj veszékel, nem esik kétségbe, hanem higgadtan és józanul szól békességgel, ahogy írja a Filippi levélben is, az Isten békessége megőrzi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Mert Jézus azért jön, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett ember a világban. Csak az a kérdés, hogy ezt a megtartó kezet mennyire ismerjük el, és mennyire ismerjük fel a mai rohanó élet minden napjai között. De nézzük most szó szerint, mit is mond Pál. Nem sokára feláldoztatom. Tárgyilagosan közli azt, hogy számol a mártíromsággal, de látja azt is, hogy minden áldozatnak megvan a célja, még ha az életünket is kell feláldozni, mert egyetlen dolga van a ma élődek, hogy azt az életet, ahogy az előbb mondtam, amit kegyelemből kapol, hálával köszöd meg. Mert az áldozatot már Isten az ő egyszülöttjében oda tette a Golgotára, hogy az embernek, hogy mondjam így, kedves testvéreim, ne kelljen a bűneivel foglalkozni, hanem vegyük észre azt, hogy ezeket a terheket le lehet tenni. És ha már valaki letette, akkor azt, ami van, meg is tudja köszönni hálával. Elérkezett elköltözésem ideje, ami legtöbbször azt jelentette, hogy szabad tovább lépni abból a futásból, amiben vagy, mert vár egy jobb, már egy bőségesebb és kiadósabb ajándék. Igaz, hogy az itt maradónak ez mindig nehéz, mert itt ebben az életben szegényebb lesz minden azzal, ha valaki tovább lép, de aki hittel tud tovább lépni, és tudja letenni azt, ami eddig nehéz volt, ami bántott, ami fájt, azaz az életét, annak tudnia kell azt, hogy egy jobb és egy boldogabb várja Jézus Krisztus mellett. Mert az elköltözés nem a semmibe való zuhadást jelenti, hanem egy biztos címre való megérkezést, ahol már terített asztalnál válnak. A nemes harcot megharcoltam. Tudjuk jól, Pálnak magával kellett küzdenie először. Ki kellett, hogy mondja arra az életre, amit hittel élt, hogy kár és szemét. De ott a damaszkuszi úton ez az ember megtanulja, hogy abból a porból, ahonnan érkezik az élet, abból a porból mindig csak egy valami emelhet fel, és újra visszatérek arra, amit idáig próbáltam hangsúlyozni, a kegyelem. Mert mindegy, hogy valaki szegényesen él,
Mindegy, hogy valaki gazdagon él, mindegy, hogy valaki boldogan vagy boldogtalanul él, de ameddig ember a világban élünk, addig van harc, van küzdelem, van rohanás. Csak akkor, tudod, akkor, amikor Krisztus kegyelme felemel, akkor tudja csak az emberi lélek elmondani bizonysággal, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, s amely életet testben élek, az Isten fiába való hitben élem meg. Vajon a mi életünk ilyen élet ma? Vajon ezzel a hittel indulunk van neki az ünnepnek, az adventnek? Ama nemes harcot megharcoltam. Nemes, mert nem fegyverrel, nem hatalommal harcol ez az ember az életért, hanem lélekben és igazságban. És az igaz életért harcolni kell. Egyedül az elbukásért nem kell sosem küzdeni, az, ami megy magától. És ez a magától, ez a bűn. Mert sokszor észre sem veszed, de az élet nagyon könnyed beleesik abban a fertőbe, amire ott az Édenbe úgy válaszol az első ember, elbújtam, mert rájöttem, hogy mezítelen vagyok. A kegyelem az, ami fel tud emelni embert, családot, népet. A kegyelem az, amely ott a Jászó bölcsőnél várja az oda hálával indulókat. Majd azt olvassuk, futásomat elvégeztem. A célkeresésre mindig elvonja a figyelmet a lényegről, mert csak célba akar élni a futó. De nem mindegy, hogy hogyan. Mert teszem azt az akadály futáson, az akadályokat nem lehet kikerülni, mert aki kikerüli, az már elbukott és nem ér célba. Az akadály azért van, hogy az vedd hálával, futással, és azon keresztül vár az igazi cél. Az elvégezti szó Krisztusról beszél, mert ő mondja ott a Golgotán, elvégeztetett. De vajon, amikor eljön majd a pillanat, fel fogom-e ismerni azt, hogy eddig és nem tovább? Vagy megyek tovább, és hogy nehezen mondom ki, legyen meg a te akaratod. És a számomra legkedvesebb a hitet megtartottam. Sokszor ott van a kérdés, szerintem nem csak bennem, hanem mindenkiben. Ezt vajon lehet-e igazán? Mert én hiszek, mert én szeretem Jézust, mert én élek vele, próbálok élni belőle. De ó, ha megnézed az életedet, atyám fia, igazán
vele általa élsz. A hit, tudod, egy kapcsolati kérdés. Vagy fogom a kezét és engedem, hogy ő fogja az enyémet, vagy elengedem, és próbálok magam menni tovább. A döntés mindenkinek a sajátja, de azt mondja Pál végezetre, eltétetett az igazság korodája. Eltétetett. Azaz a nyugalom, a békesség, a szeretet, a jóság, az öröm már a miénk, de csak Jézus Krisztusban. Mert Krisztus azért halt meg és áldoztatott fel ott a Golgotán, hogy az ember, te, én, minden áron éljen tovább, mert ezen a világon az élet ajándéka az emberé, és az emberért van. És olyan jó azzal zárni, amely arról beszél, hogy mindez nem csak az enyém lehet, hanem mindazoké is, akik várva várják az ő megjelenését. Kedves testvérem, lassan itt az advent, a béke ajándéka, a szeretet jön erre a világra. Vajon kész vagy-e már várni őt? Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. Énekeljük a 135. Zsoltárunk utolsó 5. versét. Kik az Urat félitek, szent nevét dicsérjétek. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, tanító szavadért, eddigi áldó oltalmazó szeretetedért, amelyen úgy irányítottad, vezetted, őrizted sorsomat, hogy az ott volt, és hiszem, hogy ma is ott van te előtted. Bocsáss meg, ha sokszor ezt nem veszi észre az ember, tiltakozik az elmém, és tiltakozik a szívem, és a lelkem csak azt kiáltja az érett harcok között, ó, örök Isten, merre, merre vagy? Segíts, Uram, meglátni, hogy minden életesemény, minden életkérdés, minden megélt életpillanat ott van a te kezedben, mert a te ajándékod, a te gondviselésed ránk nézve, és csak úgy, csak azért élhetjük meg, vihetjük tovább, mert te vagy az egyetlen, aki fogod a kezünket,
őrzöd a sorsunkat, és ott tartod az Atya előtt. Így kérlek, hát Jézusom, tarts meg ezen az órán népedet, gyülekezetünket, annak apraját és nagyját. Légy Atya az árváknak, vigasza az özvegyeknek, kísért kegyelmeddel azokat, akik a betegágyon feküsznek. Oltalmazó karjaid közé ölelt azokat, akik gyászolnak, szerető szívekre emlékeznek a mai vasárnapon. Az immár nálad lévőknek, Uram, adj örök nyugodalmat, az itt maradottaknak küld a vigasztalás kegyelmét, hogy tudjanak úgy tovább menni, adventre készülni ezzel a világgal, hogy a fény, a ragyogás, a pompa között is lássák azt az egyetlen csillagot, a Betlehem ajándékát, ami ott a jászó bölcsőnél vár minden embernek. Így indíts, Uram, bennünket az adventi fény felé, hogy tudjuk letenni életünket, tudjuk letenni minden napjainkat, és úgy elvenni újra és újra és újra a következő perceket, hogy azon elmondja az én lelkem, áldott légy Istenem, köszönöm neked. Így kérlek, hát maradj mellettünk, vezess életünk sorát, hogy sorsunkat tudjuk hálával letenni eléd. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Adakozzunk jó szívvel, tudván, hogy a jó szívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Záró éneknek énekeljük a 449. dicséretünket. Jézus, te égi szép! Thank you.